Kiköthetett Máltán két hetek óta máltai vizeken veszteglő humanitárius mentőhajó 49 a földközi tengerből kimentett migránssal és menekült el a fedélzetén. Málta azután nyitotta meg a kikötőt a hajó előtt, hogy az Európai Bizottság tető alá hozott egy alkalmi megállapodást, mely szerint a már Máltán lévőkkel együtt összesen 300 migránst és menekültet 8 uniós tagállam, Olaszország, Németország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Írország, Málta és Románia önkéntes alapon fogja befogadni. Az olasz bevándorlás ellenes liga vezetője Matteo Salvini belügyminiszter Lengyelországban tartózkodott. Twitteren már kifejezte nem tetszését azért, hogy az olasz kormány is részt vállalt a migránsok és menekültek befogadásából.